Igen, tudom, már megint olyan régen volt a legutóbbi videó, hogy azóta beérett az avokádó. Azt hittétek, ezt nem tudom überelni, mi? Ez itt a... Persze attól, hogy YouTube-on nem volt videó, még nem jelenti azt, hogy Instagramon ne kaptatok volna szuper jó Lisszabonfluencer idegenvezetést, ahol egyébként is szoktam dokumentálni a portugáliai ittlétemet. Növénytanilag, kulturálisan lackógazdásítva, meg ahogy tetszik. És ebből az is kiderülhetett, hogy a mai fő témánk a... Na, gyerünk már óceán. Ez az... Igen, ezt körülbelül 20-adjára sikerült felvennem, mert hogy az óceán az nagyon nem együttműködő. Szemben a szponzorálatlan poszttal Instagramon, ami vagy aki nagyon is együttműködő. Olyannyira, hogy az oldalt készítő Kálmán barátommal arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha összeállnánk, és csinálnánk egy adást közösen a kedvenc, vagy az egyik kedvenc környezetvédelmi témánkról, a greenwashingról. Zöldmosás? Zöldmosdatás? Ez nagyon hülye szó. Zöldre festés. Kálmán most fizikailag nem lesz jelen, de az anyag összerakásánál elég alaposan összedugtuk a fejünket, ami azért valljuk be nem volt olyan egyszerű. Nem én vagyok alacsony, ő rettenetesen magas. No de, kezdjük a greenwashingot! Egyre többen vagyunk a bolygón, egyre magasabb életszínvonalon szeretnénk élni, ehhez pedig egyre több nyersanyagra, energiára, termőföldre és visről rendelt, fogyasztó, mágneses lábú gyűrűre van szükségünk. A mohó fogyasztásunkat pedig a földanyag korlátlan erőforrásai biztosítják, amelyek legalább annyira korlátlanok, mint a Vodafone díjcsomagjai. Nem csoda hát, hogy nagyon sokan aggódnak amiatt, hogy úristen, itt a világ vége. Mind meghalunk. Apokalipszis jön! Hogy ők pesszimisták vagy pusztán realisták, az jelen esetben mindegy is. A lényeg, hogy a cégek felismerték ezt a közhangulatot, és úgy döntöttek, hogy a jövőbeli profitjuk egy részét beáldozzák, csak hogy egy sokkal környezetbarátabb, fenntarthatóbb működésre állhassanak át. De ahogy csak telepakolták a kampányaikat mindenféle olyan üzenetekkel, amitől megnyugszol, és még többet fogyasztasz. Vagy egyszerűen csak szerethetőbbnek tűnik az egyébként obszén károsanyag kibocsátású, de gyönyörű zöld lapulevelekbe burkolt vállalat. A címkékre pakolt és pontosan sehol nem definiált fenntartható, környezetbarát, öko és bio, azok sokszor csak ugyanolyan hívószavak, mint a kézműves, a paleo vagy az erdélyi, egyszerűen csak más célcsoportra lőnek. A jövőjükért aggódó fiatalokra. Rád. Azt hiszem, ide kell majd az a drámai aláfestő zene, amiről beszéltünk. Az esetek nagy részében ezek a zöld állítások, erős csúsztatások, túlzások, vagy éppen olyan semmitmondó kifejezések, mint a vegán sminkecset, vagy a 0% zsírtartalmú ásványvíz. Jó, tudom, a vegán sminkecset az azért vegán, mert nem tartalmaz szőrt és állati eredetű enyvet, de egyrészt nye, másrészt pedig nézzétek már meg, hogy mivel helyettesítik ezeket. Ja, mert az állati terméktán jobb volt, mi? Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenki, aki azt állítja magáról, hogy bezöldült, az voltak éppen egy fast fashion báránybőr utánzatba bújtatott veszélyes hulladékhordó. A Tudatos Vásárlók Egyesülete tavaly felmérte az ökonak kikiáltott tisztítószerek piacát, és megállapította, hogy a termékek mintegy 1,7%-a igenis rendelkezik hiteles ökocímke tanúsítvánnyal. 1,7% tehát nem 0%. Egy másik felmérés szerint az EU-ban és Magyarországon a környezetbarát utalások a termékeken mindössze az esetek csak körülbelül felében félrevezetőek, tehát nem minden esetben. Érdemes tehát egy picit tudatosabban átgondolni a vásárlást és odafigyelni a részletekre, illetve az adott cég hátterére is, hát ha kiszúrjátok a greenwashing 50 árnyalata közül valamelyiket. Nem fogjuk felsorolni mindet, de ott van például a szövegezés. Mondjuk, hogy valami újrahasznosítható. A brassói, a puncelet és a pókember eredett történetek óta tudjuk, hogy lényegében bármi újrahasznosít ható. Ez persze nem jelenti azt, hogy ténylegesen újra is fogják hasznosítani. Mivel új műanyagot előállítani sokkal kifizetődőbb, mint a régit újra felhasználni nyersanyagként, ezért a műanyag hulladékoknak csak kevesebb, mint az egyharmada kerül ténylegesen újrafeldolgozásra. A maradékot pedig simán csak átfocizzuk a következő évre. Aztán a következőre, a következőre, a következőre, és ezt csináljuk már évtizedek óta. A Coca-Cola a világ egyik legnagyobb műanyag szennyezője az elmúlt években annyira komolyan vette a greenwashingot, hogy a novemberben Egyiptomban megrendezésre kerülő globális klímatárgyalásoknak lesz a főszponzora. Ami olyan, mintha a globális klímatárgyalások főszponzora a Coca-Cola lenne.
Nem, ez annyira abszurd, hogy nem találtunk ki viccesebb hasonlatot. Persze a marketingesek mindent megtesznek annak érdekében, hogy könnyen elveszhessünk a csomagolásokon szereplő viszonyítási alapokban, százalékokban és az apró betűs részekben. Mint például annál a terméknél, ami felhangon hirdeti, hogy 100%-ig újrahasznosított csomagolóanyagot használ. Aztán, ha kicsit közelebbről megnézed, akkor látod, hogy ez csak a kupakra vonatkozik. A kupakra. Vagy egy hasonló példa, nem olyan nehéz olyan tusfürdőt találni, ami fennen hirdeti, hogy több mint 90%-ban csak természetes összetevőt tartalmaz. Aztán, ha megnézed az összetevők listáját, akkor hamar kiderül, hogy ez a szám ez többnyire csak azt jelenti, hogy ennyi százalékban tartalmaz a termék vizet. Nézzünk egy külföldi példát. A dél-koreai Innisfree nem akartam megtéveszteni a vásárlóit, csupán egy szerencsétlen szóhasználattal éltek, amikor véletlenül papírpalasznak nevezték el a műanyag palaszkjukat, amit kartonpapírba csomagoltak. Hát ez bárkivel megesik. Olyannyira bárkivel, hogy otthon láttam egy ehhez hasonló ökotisztítószert, azt éppen nem papírba, hanem kendervászonba gyolcsolták be, mert gondolom arra jobban tapad az izmos árcímke. Jó, persze megértjük, hogy senki nem szeretné a vásárlásait ehhez hasonló szemantikai értelmezésekkel színesíteni, de akár az is árulkodó lehet, hogyha egy cég önmagát tünteti ki a világ megváltó címmel. Nem gyanús egy kicsit, amikor nem egy harmadik független szervezet állítja ki az ökoplesnét, hanem a cég marketingesei próbálják meg beleharmonizálni a meglévő arculatba. Ha már tanúsítványok, nem mindegy, hogy ezek pontosan mit is tanúsítanak. A CleanRight-os címkékből például kétféle is van. Ezek közül az egyik termékekre, a másik pedig kifejezetten vállalatirányításra vonatkozik. Nagyon azért nem erőltetik meg magukat, hogy vizuálisan ketté válasszák őket. Egy olyan szernél pedig, ami tartalmaz a vízi szervezetekre potenciálisan veszélyes összetevőket, azért elég erős a vidáman ugrándozó delfin logó, nem igaz? Keressétek inkább a hiteles ökocímkék valamelyikét, mint például az Ecolabelt. Ez az Európai Uniós ökocímke, amit az Európai Bizottság és a tagállamok alakítottak ki. Elég szigorú tanúsítási eljáráson kell keresztül mennie annak a cégnek, amelyik ezt szeretné megszerezni, és nem csak egy grafikai kérdésé igyekszik silányítani a problémát. Vagy ott van például a kozmetikumoknál a Cosmo Standard. Az ilyen logós kozmetikumokban csak ökológiai gazdálkodásból származó környezetkímélő összetevőket kutyultak. Ezekben biztosan nem fog szintetikus segédanyagokat és kőolajszármazékokat találni. Bár Kálmán szerint a kőolaj amúgy teljesen természetes, mert amit a finomítókban feldolgoznak, az valaha növény vagy állat volt. Úgyhogy pár 10 millió év múlva majd a jelenlegi temetőkre fognak olajfúró tornyokat telepíteni, csak hogy lehessen furikázni ide-oda. Ha többet szeretnétek olvasni a témáról, vagy megismernétek a többi hiteles ökocímkét is, akkor látogassátok meg a Tudatos Vásárlók Egyesületének az oldalát, akik nálunk sokkal részletesebben taglalják ezeket a zöldségeket. Nyilván jó hosszan lehetne még sorolni azokat a zöldre festős trükköket, amivel a cégek szoktak élni. Erre láthatok elrettentő példákat időnként az én Insta sztoriaimban is, Kálmánnál a szponzorálatlan poszton pedig tényleg úgy ömlenek, mint BP fúrótoronynál a nyers kőolaj. Viszont kíváncsiak vagyunk arra, hogy a ti agyatok hol szokta ledobni a láncot, amikor ebbe a témakörbe ütköztök. Nyugodtan írjátok meg a példáitokat, akár a videóm alatt kommentben YouTube-on, akár pedig a szponzorálatlan poszt Insta oldalán. Lehet, hogy egy későbbi adásban majd szemezgetünk ezek közül. A lényeg, hogy legyetek felelős állampolgárok, és kezdjétek a fogyasztás visszafogásával. És ha már mégis muszáj fogyasztani, akkor figyeljetek arra, hogy melyik cég termékét vagy szolgáltatását választjátok. Végső soron a pénztárcátokkal szavazzátok ki vagy be a cégeket a való világban. Jó, mondjuk ez így elég cringe volt. Mármint nem igaz, csak a megfogalmazás. Na mindegy. Iratkozzatok fel, lájkoljatok, meg csináljatok mindent, amit a közösségi médiában csinálni kell, hogy etessétek az algoritmust. Sziasztok!